sportosat. Híradónk vendégei az LP Media Sailing Team versenyzői Paor Lilla, illetve Szadai Roland. Szervusztok! Szervusz, megjöttetek szervusz a tengerről, ugyanis most fejeződött be a 9. tengeri nagyhajós magyar bajnokság. Pontosan hol volt ez most? Hát mint minden évben az Adrián, a Kornáti szigetek környékén. Biográd a alapkiinduló hely, és oda is érkezünk vissza egy hét elteltével. Meddig tart a verseny? Hány? Egy hétig? Hét napban áll? Majdnem egy hétig, tehát szombaton utazunk le, átvesszük a hajókat, ennek van egy procedúrája, hiszen egyforma flottával megy minden csapat, tehát egyforma hajókkal, de ilyenkor nagyon szigorú feltételek között kell átvenni a hajót, ennek megvan a maga ceremóniája, van egy cseklista, át kell menni rajta, hiszen minden egyes kis veretnek, minden egyes seklinek megvan a jelentősége, a köteleknek, tehát azoknak meg kell lenni, és azt az, mikor leadjuk a hajót az utolsó napon, akkor ugyanúgy végig ellenőrzik az egészet. Ugyanúgy búvár ellenőrzi a hajónak az alját, az elején és a végén, hiszen a sérüléseket, azokat ki kell fizetni, tehát nagyon pontosan kell átnézni és átvenni mindent ahhoz, hogy nehogy pórul járjunk a végén, és előttünk valaki ütött 2-3-at a hajón. Egyébként előttünk pont egy orosz verseny volt, kupa verseny, ami elég nagy szélben zajlott. Tehát nagyon alaposan átnéztük a hajót. Tehát szombaton hajó átvétellel kezdődik, vasárnap edzésnap van, és hétfőtől péntekig tart a verseny, és a széltől és az időjárástól függően minimum 4 futamnak kell lenni ahhoz, hogy érvényes legyen a bajnokság. De ideális esetben 7-8 futamra is sor kerül. Akkor mindenki azonos erősségű hajóval versenyez? Igen, ezek 42-es Bavária meccsek voltak, ezek nagyon kényelmesek, de versenyhajók, ilyen flottával érdemes versenyezni. Egyébként régebben, amikor több versenyzője volt a tengeri nagyhajós bajnokságonak, ez volt a legerősebb mezőny. Tehát ide, ebbe a mezőnybe a 42-esekre jöttek a profi versenyzők. Ezen kívül voltak Elán 370-es osztályban versenyzők, voltak Bavária 44-esekkel, az egy kicsit lomhább, nagyobb hajó. De lényeg az, hogy igyekeztek úgy megcsinálni a versenyeket mindig, hogy azonos kategóriájú hajók egymás ellen versenyezenek. Egy volt csak kivétel, azt hiszem 4 évvel ezelőtt, amikor ORC kategóriába, tehát bizonyos jarstik számmal megfűszerezve rakták össze a versenyzőket, és nem csak osztályversenyek voltak, hanem ORC-be is mindenki versenyzett. Akkor végül is azon múlik a siker, hogy kikből áll a csapat? Hát igen. Szegény Roland. Jól tudom, ez ott az első, ugye? Igen. Na, egy újonccal megpróbálkoztam. Abszolút. És bevált? Hát ezt mondja elő. Na, milyen volt az első? Várja, nem csak hogy újonc volt a versenyen a Roland, hanem életében először ült hajón. És előtte való nap tudta meg, hogy versenyezni, hogy erről érdemes lesz. És az volt egy nap, ahogy mehetek erre a versenyre, igen. Hát nagyon nagy kihívás volt. Ugye az, hogy mennyire váltam használni a csapatnak, az más kérdés, mert... Jó, de akkor itt jön az alapkérdés, az, hogy, nem féltél? De. Egy hét tengeren? Hánykódni? Nem mindegyik szervezet bírja. Azzal nem volt probléma mondjuk a hány ingerrel, mert az... Akkor nem lettél rosszul. Nem, mert elég volt azon aggódni, hogy mondjuk amikor így megy keresztbe a hajó, és akkor kapaszkodni is egyszerű, nem vagy még dolgozni, nekem meg fotózni. Úgyhogy nagyon egy kívás volt. És neked a feladatod csak a fotózásból állt, vagy csak az egy részfeladat volt, ugye, hogy neked is húzni kellett a kötelet? És nekem is húzni kellett, de ahogy ment a hét, ugye egyre kevesebbet húztam, mert amikor a legtöbb emberre lenne szükség az izgalmas pillanatokban, akkor jó fotózni is, és ezért ez így nehéz volt. De előfordult, hogy két géppel a nyakamban húztam. Voltak jó képek? Igen, tehát ilyen szempontból nem volt nehéz dolgom, mert minden gyönyörű volt, és tehát ez a kettőség uralt az egészet, hogy gyönyörű szép volt minden, és nagyon küzdős. Még egyszer bevállalnál egy ilyen versenyt? Be, mindenképpen. Azt már fotó nélkül? Hát akár úgy is, tehát... Már úgy is? Azt úgy is, igen. Tehát teljes értékű harcosként? Az nem vagyok.
Inkább fotós. Egyébként fotós hozzá kell tenni, hogy tényleg egészen furcsán állt össze a csapatunk. Az alap LP Media Sailing teamből összesen hárman voltunk. A kapitányunk Gál István, ő vele többször versenyeztünk már. Nagyhajós bajnokságon még nem voltunk együtt, ő vele a tavaszi kupaversenyeken szoktunk részt venni. És Újvári Gábor, aki szerintem egy hihetetlenül tehetséges, jó vitorlázó, és jóformán nincs olyan feladat, amit ne tudna megoldani. Tehát kapitánynak is kiváló, ezt most a Balatonon is már többször bebizonyította, hiszen a mi versenyen elindult úgy azzal a hajóval, amin a Balatonon versenyzünk, és ő volt netántán a kormánynál, akkor is sikerült nyerni. Tehát nagyon, nagyon ügyes, és borzasztóan ért mindent, és egy műszaki ember tehát át is látja. Tehát ő olyan dolgokat is észrevesz, és a szeleket, tehát mindent az ég a világon. Ő volt az ész a motorja a csapatnak? Lehet azt mondani, hogy ugye az egész versenynek tehát az, hogy mentünk végül is, vagy nem is tud. Tehát ő nagyon tud. Ő nagyon tud vitorlázni. A kapitányunk is egy nagyon gyakorlott, jó vitorlázó. De rég volt ő is tengeren, hozzá kell tenni, tehát tavaly óta ő sem vitorlázott. És akkor kiegészültünk három újonccal, az egyik Faragó Gábor volt, akivel a Magyar Borok Útja Rallin beszéltünk először arról, hogy kedve lenne egy tengeri versenyhez. Egy nagyon jó hírű őrzővédő Kft-nek a tulajdonosa, és hát elég jó fizikumú, és belevaló srác, borzasztóan élvezte, ő már ült vitorláson egyébként, de mint utas. Úgyhogy az első nap az elég érdekes volt, ugye, mert ő volt, aki már volt hajón, mi voltunk a gyakorlottabbak, én nekem a fizikai adottságaim ugye az évek múlásával gyengülnek, tehát nem tudok mindent úgy megoldani. Még az úgy. Ez nem igaz, van. Ugye? Az odébb van. Igen, amikor két kézzel húzza azokat a köteleket, amit a többi profi csapat külön emberrel old meg. Hát igen, ez most sok személyes volt, szóval sokszor ilyen síva feladatot kellett ellátni. És meg is van örökítve le fogadni, ugye? Tehát... na mindegy, ezről külön beszélgetünk. Szóval a lényeg az, hogy és kaptunk még egy srácot Olá Robi személyében, aki pedig tudósított végig, és esténként írta a tudósítást. Tehát a fiúk elsősorban ugye a saját feladatukat látták el, mint újságírók, de hát miután ez egy újságíró csapat, mondjuk azt, ugye az LP Média az egy... médiához közel álló társaság, természetes volt, hogy bevállaljuk azt, hogy legyenek velünk újságírók. Tényleg az volt, hogy a Robi, aki egy jó sportos fizikumú srác, nagyon aktív tagjává vált a csapatnak. A Roli viszont két kamerával a nyakába ezt a feladatot, azt, amikor mondtuk neki, hogy húzd, és te mindenféle jelzőket ott tettem, se tudta, hogy melyik kötelez. Azt hozd a pirosat, nem azt a pirosat, a másikat, csak körülbelül így nézek ki. És ugye hát ezeknek van egy tempójuk is, hiszen ezek nagy hajók, több mint 100 négyzetméter a spinaker, a nagy vitorla is, tehát ott olyan erők vannak nagy szélben, ami igencsak fizikai erő próbára teszi az ember, de mindegy, hogy így húzom, vagy tépem be, mint az őrült. Na hát ezeket kellett neki megtanulni. Az első nap még azt gondoltuk, hogy abszolút benne lesz a csapatban, és aztán kiderült, hogy sokkal jobb, hogy a fotókat készít, és talán a harmadik napra, azt hiszem a tudósítás, vagy már az is benne volt, már kevesebbet volt a lábunk alatt, ettől függetlenül, hogyha nagyon kellett, akkor tényleg megfogta a kötelet és csinálta. Viszont olyan jó képeket készített, olyan fantasztikus jó felvételeket, hogy a versenyrendezőség azt mondta, hogy szeretné mind a két srácot, tehát a Robit is és a Rolit is megtartani állandó tudósítónak, mert ők este leültek a verseny után és dolgoztak. Igen. És megírták a izét, a cikkeket, összerakták a képeket. Este már ment föl két weboldalra, majd Roli mondja pontosan, hogy melyik weboldalakra, és az itthoniak friss tudósítást kaptak. És azért ezt tudom, mert mi is csináltunk már ilyet, hogy verseny alatt végig a Zoli filmezett, utána lent számítógépen összerakta, megvágta, és este vetítettük. Tehát ez egy jó 6-8 órás verseny után, mert azért volt olyan is, hogy 8-9 órán keresztül folyt a verseny, mi elképesztő fizikai munka, nagy szélben ráadásul, nagyon nagy szél volt, pont azon a nagyon hosszú két futammal telített napon.
Hát amikor az ember csak úgy fogja magát, és eldőlne, és levegőt is alig tud venni, akkor ők nekiálltak dolgozni, és nagyon jó munkát végeztek. Volt olyan nap, amikor megbántad, hogy hajóra szálltál? Nem, volt egy-két ilyen másodperc, amikor annyira bedőlt a hajó, hogy géppel a nyakamban azért izgultam, és kérdeztem, ez normális? Teljesen, igen, ez teljesen normális. Akkor egy másodperce se bántad meg? Nem, dehogy is, nem. Egyébként neki az lehetett a legfurcsább, ami én még mindig időnként infarktust kapok, hogy két hajó nagy sebességgel közelít egymás felé. Tehát amikor vannak hajóval esetek, az ember mindig gondolkodik, hogy ott van az elképesztő nagy óceán, hogy a francban létezik, hogy az egyik itt van, a másik itt, és aztán összeütköznek. Na most itt egy-egy sebességben egymást kerülő hajónál, ugye még azt is nehéz megbecsülni, hogy elmegyek előtte, vagy nem megyek. Uh-huh. Tehát ez egészen más, mint a kocsinál, mert nem lehet tudni, hogy kinek milyen széliránya van. Igen, ha erre megy a hajó, milyen szeret kap, ha arra megy. És tényleg az van, hogy a kapitányok, akik gyakorlottak, és ezért nem csinálnám soha az életben, hogy versenyszituációba egy hajót vezessek, mert biztos, hogy kitérnék, az meg nem jó. Tehát egyszerűen így mennek el egymás alatt a hajók, és talán 2 centi lehet, hogy éppen nem ütköznek. Tehát ha egy motor kint lenne hátul, mint hogy ezeken nincsen, ugye, akkor már ott egymásnak csattannának. És rezzüléstelen arccal ül a legénység, és mindenki tudja. Na most egy újoncnak én el tudom képzelni, hogy ez a halálfélelemmel egyenlő, de... Amikor addig egészen nyugodt az ember, amíg a kapitány nem szólal meg, hogy na, vajon lát minket, vagy ki tér? És akkor micsoda? Igen, nézve. Hát ilyenkor megy az ordítás a másik hajó fejé, hogy figyeljetek, igen. Vagy van olyan is, hogy tudom én, elengedik egymást, és akkor utána jössz nekem egyel. Tehát, hogy ki jelöltére, attól is, hogy ki milyen versenyszituációban van, vagy milyen versenypozícióban. Tehát, hogyha az első helyekért küzdenek, akkor természetes, hogy az ember elengedi. Egyébként mi most nem mentünk olyan jól, de hát ez teljesen természetes. De is kérdezem, hogy hol végeztetek a hajót? Lehet nyugodtan. Ez 10 hajóból állt most a versenyzői gárda, 14-jel indult. A gazdasági helyzet és a különböző betegségek miatt ez a végére 10 maradt. Egyébként volt olyan, hogy be voltak fizetve hajók, és mégsem tudott elmenni a legénység, mert az egyik társaságnál mondjuk pont úgy jöttek össze, hogy kaptak egy Európai Uniós ellenőrzést, és az 2 embert érintett, tehát most, hogyha a kapitány meg egy alapember hiányzik, akkor onnan már dőlt-borult a verseny. Egy másik nagyon régen együtt versenyző társaságnál az egyik alapembernek a felesége lett beteg, és olyan súlyos állapotba került, hogy ők sem jöttek el, mert ott is 2 ember már emiatt nem jött volna, tehát úgyhogy, hogy a szerencsétlenség ilyen szempontból közbeszólt, szóval 10 hajó volt. És, mint mondtam, a 42-es osztály ez a profik versenye. Tehát én egy lelkes amatőr versenyző vagyok, azok közül talán nem a legügyetlenebb, sok feladatot, mint ahogy említette róla is el tudok látni. Hátul például, tehát voltak 8 fős legénységek, mi pedig 5-en voltunk, mert a Lóri fotózott. Igen. Tehát az egyetlen, hogy 2 ember van az orban, egy van hátul, mondjuk egy hátszeres fordulásnál, a kapitány, ugye, aki az egészet levezényli, a Robi, az újságíró pedig lent a kajütben. Na most hátul ugye kell kezelni a spinakerbumot, a spinakerkötelet és a 2 hátsó szárat, valamint a 2 hugót. Ez összesen 6 kötél. Na most volt olyan szituáció, amikor erre egyedül voltam, és akkor időnként a Rolinak mégis mondtam, hogy gyere és csináld, vagy a kapitány kezébe adtunk egy másik kötelet, mert nagy szélben ezeket nagyon nehéz megtartani, és sokan kérdezték, hogy egyedül vagy hátul, és mondom, hát tulajdonképpen igen, mert erre hát a 8 fős csapatoknál, mint aki nyert is, 3 ember oldja meg ezeket. Tehát egészen más a szituáció. De jól tudom, így is voltak olyan versenynapok, amikor jó pár hajó mögöttetek végzett. Igen. 3-szor voltunk 6-ak, ebből egyszer kióvtak minket, ennek tiszteletére megörökítettük azt a világító tornyot, ami itt van a kis karomra rátéve. Igen, mert ugye mindenkit nem szabad utvakon követni, de hogy is volt ez? Na, mesélj! Hát
azt hiszem balról kellett volna megkerülni, és mi jobbról kerültük ezt a világítótoronyot. Tehát van a világítótorony, és azt igen, meg kellett a jobbról kerülni. Néha egy pár sziget, vagy ilyen világítótoronynál meg van adva, hogy merről kerüljük. Tehát van hát mint a tengeri verseny, ugye, navigáció, az egy alapfeltétele a versenynek. Tehát azért van egy pályavonala ennek az egész versenynek. Igen, igen. Tehát kis szigeteket kell kerülni, jobbról, balról, világítótornyokat, tudom én, 10 és 30 tengeri mérföld között kell megtenni egy versenyszakaszban. És egyébként pont az, annál, ennél a bizonyos világító toronynál, itt, ami amit ráhímeztettünk ugye másnap már a pólónkra, az volt, hogy az osztrák versenyzőkkel találkoztunk, és pont ugye azt néztük, hogy itt vannak az osztrákok, akivel a tavaly a csapat versenyzett, vagy a csapattagjai versenyeztek, és akkor nem is figyeltünk oda, hogy a világítótornyot merről kerüljük. Annyira jó helyzetben voltunk, és jó pozícióban, és annyira odafigyeltünk minden egyes rezdülésre a hajónak, hogy teljesen kiesett. Borzasztó boldogok voltunk, hogy hatodiknak befutottunk, mert szerintem körülbelül ez a tudás állt össze. Ők előttetek voltak, az osztrákok. Nem, ők keresztbe versenyeztek, keresztbe. Ugye ott arra is kellett vigyázni, nem csak a saját hajóinkra, hanem a keresztbe jövő versenyhajókra, és borzasztóan figyeltünk tényleg arra, hogy ne legyen se baleset semmi. Róli remek képeket készített, és aztán boldogságunk nem tartott soká, mert csak hívott a versenyrendezőség, és mondta, hogy két hajó, ráadásul pont a Soponyai Gézáék, akikkel már egyszer megjártuk ugyanilyen szituációba, hogy üldöztük őt, és vagy üldöztük egymást, hol egyikünk, hol másikunk. Ők is rosszul vették ezt a bóját, úgyhogy visszaléptünk ettől a futamtól. Le is fotóztam ezt a világítótornyot akkor, csak nem tudtam még, hogy fontos. Úgyhogy jelentősége volt az eseménynek. Egyébként... A végelszámolásnál egyébként ez számított volna? Számított volna. Hogyne. Akkor jobban előbb végeztünk volna, mert ugye úgy van, hogy... Ahány helyen végez a hajó, annyi pontot gyűjtött aznak. Igen. Tehát Pallai Tiborék, említsük meg őket, akik az elsők lettek, a Duck Sailing Team, 8 jóvágású srác, ugye foci és sport című műsorban a kapitány a vendégem. Négyszer voltak elsők, tehát nekik 4 pontjuk volt. Na most gondolj bele, ugye nekünk pedig ez mondjuk az utolsó helyet jelentette, a 10-et, ez 10 pont. Ahelyett, hogy 6 lett volna, és azért itt egy-egy pont különbség nagyon-nagyon sokat tud a végelszámolástán számítani. Hát igen. Ugyanúgy, hogy másodpercek számítanak a verseny közben. Szoros volt egy-két befutó? Volt, hogy kellett nagyon figyelni? Igen, igen. Volt olyan, például az utolsó versenynapon a célfotó döntött, mert 3 hajó egyszerre fél hajó hossznyi különbséggel futott be. Ugye ott van a zsűri hajó és egy búja letéve, és egy képzeletbeli vonal a kettő között. És gondolj bele, egy 4-5 órán áttartó versenyen, a legvégén. 10 másodpercek megint. Ilyenkor mi történik? Ilyenkor mindenki szaladgál, mint pók a falon? A rajt pillanat, vagyis a mikor, beérkezés. Mikor ott ilyen szoros a befutás? Akkor mindenki szaladgál, igen. Vagy igen. Mereven ül és próbálja tartani a vitorlát, igen, vagy áll a helyén. Kis szélben, amikor spinak kerezünk, és általában hátszeles befutók vannak, nem tudom, miért így jön ki, de biztos az okosabbak jobban tudják. Tehát kis szélben annyira kell vigyázni arra, hogy ne billenjen ki a hajó az egyensúlyából, mert egy előrefutás, ami mondjuk egy kicsit vagy erőteljesebb lépésekkel tehát úgy megbillentheti a hajót, hogy összeesik a hátszélvitorla a spinakkel. Tehát arra is nagyon kell figyelni, mint agy arra is, hogy amikor meg erős a szél, akkor meg ki kell ülni a hajót. Igen. És nálunk ez is volt a legnagyobb baj, hogy nem volt, aki kiülje a hajót. Na most ott, ahol 80 és 100 kiló közötti férfi versenyez és kiüli a hajót, az egészen más, mint amikor mi a Rolival fogjuk és kiüljük a hajót. Ugye hát nem lehet összehasonlítani, de tudásban sem. Tehát nagyon jó versenycsapatok voltak. Detre Szabolcsék itt voltak, ők lettek a harmadikak. Épp akartam, hogy nagy nevek voltak nagyon, a társak között, igen, tehát ismert igen, nagy igen, nevek. Igen, igen, tehát az első 3 csapat kiváló csapat, és mindegyik tulajdonképpen. Tehát az első 4-5 hely az profi vitorlázókból áll. Főállású,
úgy mondom, hogy főállású, mert az életük 365 napjából 350-et versenyeznek. Tehát kis súlyukban van, akkor igen, mindent igen, tudnak. Igen, igen, igen. Fontos. És ezért is lehetünk büszkék nagyon arra, amit... Viszont, ha jól tudom, az esték jók voltak, mert ugye Roli gondoskodott arra, hogy jól legyen a hangulat, gitározott, ugye? Igen, ilyen még nem volt egyébként, hogy gitárral üljön, vagy üljön valaki a hajóra, de hát hihetetlen hangulata volt, mert egy kis latinos Paco de Lucias zenéket gitározik, és a végén már az volt, hogy esténként, hogy a többiek is. Gyere, bejátszál nekünk is egy-két igen, számot. Igen, hát amúgy is fantasztikus a hangulat, és amikor végsétálok egy kikötőben, mindenhol hívtak be, hogy angolok, oroszok, magyarok, mindenki, hogy... Hogy játszon egy kicsit. Úgyhogy ez nagyon jó volt, megnyugtatta az amúgy nem túl fölbolzolt kedélyünket, mert egyébként a vitorlázás és a tenger hiába verseny, és hiába nagyon szoros verseny, mert azért ez a magyar bajnokság. Itt azok a csapatok versenyeztek, most mondanám, hogy tényleg kivéve minket, akik nagyon fölkészülten érkeztek, nagyon komolyan veszik ezt a versenyt. Mi is voltunk magyar bajnokok pár évvel ezelőtt, akkor Gömbös Lóránd volt a kapitányunk, de akkor az összecokott csapattal voltunk. Akkor volt olyan, hogy három futamot például a legnehezebb pályaversenyeken úgy nyertünk, hogy közelünkben nem volt senki. De akkor minden így ment. Tehát, de ahhoz tényleg olyan társaságnak kell együtt lenni. De ennek meg a feelingje másabb. Ez teljesen, persze, abszolút. Tehát számunkra ez egy buli volt, meg az, hogy nem maradjunk el a mezőnytől, ott legyünk, és szoros versenyeket tudjunk vívni a többiekkel. Na most Lilla, megint kihagysz pár évet? Nem. Mert most ugye volt egy kis szünet. Igen. A szünetnek a több oka volt. Az egyik az, hogy ugye itt a tévénél olyan tempóban dolgozunk, hogy nem ilyen engedhettem meg magamnak, hogy elmenjek akár egy hét szabadságra. A tavaszi versenynek meg az volt az ok, hogy nem vettem részt rajta, hogy akkor született az unokám, és akkor én azt úgy gondoltam, hogy vitorlázni el fogok tudni, mint menni, mint ahogy most el is mentem, de nem tudom, hogy ez a csoda, ez... maga megadatik-e még egyszer, és tehát az, hogy akkor a születése után 20 percen én az unokámat a kezembe foghattam, és ott voltam végig, hát szóval szóval megért, hogy itthon maradtam. És a csapat jó volt nélkülem is. Jövőre megint ugye ez a csapat? Ki tudja. Ki tudja. De hát Rolandot nem akarjátok, gondolom, otthon hagyni. Ez még változhat, az is lehet, hogy a rendezőséggel megyek fotózni. Igen. Széleskörűen. Ott hagyod ezt a csapatot? Nem, hát biztosan egy-két versenyre beugrom majd, vagy egy gyakorlásra. Hát az is lehet. A másik az, hogy valószínűleg úgy fognak majd Roliba gondolkodni a versenyző, vagy a versenyszervezők, mert ugye most ez egy kényszer szituáció volt, hogy két, tehát az újságírókat mi kaptuk meg, mondjuk így, hiszen kevesen voltunk, négyen voltunk a hajón. És négyen nem lehet elvinni a hajót. Tehát öten nehezen, mint ahogy ugye említettük az előbb, hat aktív kézzel már lehet normálisan menni, de ez igazán hét emberre van tervezve, a nyolc az már luxus, de súly szempontjából nagyon jó. Hét ember és nem fotós. Hét ember és nem fotós, igen. Tehát ahogy én a verseny szervezők szempontjából elgondolom, ő megy a versenyszervezőkkel, és minden nap egy másik hajón, vagy hajóról tud fotózni, készíteni a felvételeket, hogy a hajónak az életét, illetve a hajón folyó munkákat meg tudja örökíteni, és azért az is egy külön szakma, hozzá kell tenni. Mert azért az is nagyon nehéz, hogy előrefele fotózok, ott van érdekesebb, hátrafele, igen, a jobb oldalt, a bal oldalt, hogy teszem át a kamerát. Tehát ahhoz ismerni kell magát a versenyt, a versenynek a pontjait, a szituációit, hogy... Igen, hogy mikor mi fog történni, arra fel tudjon készülni. Úgyhogy Csórikámmal időnként ordítottam. Egyébként ordít mindenki a hajón állandóan, hiszen a szélben, nagy szélben nem is lehet a normális szavakat hallani, és tehát muszáj egy elég felfokozott
hangnemben beszélni egymáshoz, úgyhogy csak ordítottam, hogy Rali, és akkor csak mutattam, hogy arra, mert éppen arról jön valami olyan versenyszituáció. És közben nem belesni a vízbe. Hát igen, időnként lejárt, azt viszont áruld már, Rali, hogy ezeket a szenzációs képeket hol lehet megnézni? Teljesorban a Sailing Kft. Honlapján, illetve a Sportime magazinnak az oldalán, akik engem kiküldtek, és akiknek ezt szeretném megköszönni, ezt a lehetőséget, illetve az LP Média csapatának is. Hogy egy ilyen jó legénységi taggal bővültünk. Igen, hát egy szólajemény volt. Ja, tényleg jó volt. Úgyhogy én is örültem neki. Köszönöm szépen, itt volt. Köszönjük. Köszönjük. További sportosat.